Szentpéterváron ülésezik a NOB végrehajtó bizottsága, amely a birkózás és a hét új jelentkezés sporták közül javasolt a szeptemberi közgyűlésnek, amely majd véglegesen dönt a 2020-as olimpia műsoráról. A birkózók óriásit lobbiztak, mióta felettük Damoklész kardja lebeget, még a szabályokat is egyszerűsítették, tovább is jutottak a baseball és a fallabda társaságában. Komáromi Tibor egykori világbajnok olimpiai ezüstérmes, a Birkózó Liga elnöke most a döntés hátteréről. Jó reggelt kívánok, Szerusz Jó Tibor. Kívánok. Mennyit javult a helyzet ezzel, hogy a végrehajtó bizottság végül is három sportágat jelölt meg, ezek közül kell majd választania ősszel a Buenos Aires-i napközgyűlésnek. Reménykedtünk ebben, hogy javasolni fogják a birkózást a befutók között, de hát azért valamivel most már nyugodtabbak vagyunk, én bíztam abban, hogy ez a javaslat meg fog történni. Az biztos, hogy ez egy hosszú folyamat volt. A Lalovics úr, a Fila kinevezett elnöke. Tehát a nagy bajban érkezett új így van, beszélünk. Az új elnök úr módosításokat kezdeményezett, majd egy prezentációt mutatott be, amely úgy látom, hogy sikeres volt. De hát nagyon nehéz a, a csata, én úgy gondolom, mert hát a sportágakat is nagyon nagy egyéniségek, személyiségek, nagyon nagy tőke támogatja, amelyek szintén bekerültek az utolsó fordulóba. Tehát nem dőlt el semmi még? Nem dőlt el minden? Én reménykedek, reménykedek abban, hogy eldőlt már a színfalak mögött. Nagyon érdekes volt ez az összefogás, amely a birkozás érdekében megszületett, mert csak arról beszéltek az utóbbi időszakokban, hogy, hogy hát nem nagyon értik a bírkozást, hogy mi történik a szőnyegen de most, mikor igazán bajba került a birkozás, és arról volt szó, hogy esetleg az olimpiai programokon ne szerepeljen, szerte a világon egy olyan összefogás jött létre, amely, amely, tulajdonképpen elmondta azt, hogy szükség van az olimpiai programokban a bírkozásra. Arra lehet -e számítani szerinted? Mennyiben számítottál arra, hogy a végrajtó bizottság nem egy sportágat fog tovább engedni, hanem többet is megjelöl, tehát végül is a végső döntést azt a közgyűlésre hagyja. Ilyen értelemben. Számítottam ezt természetes, én úgy gondolom, hogy minden döntést megelőz egy esélylatolgatás, és tulajdonképpen több sportágat kellett felterjeszteni, hogy a végén eldőjön az, hogy kimarad a, a programon. A két vetétás közül, tehát baseball, illetve Igen. softball és fallabda, így van. melyik tűnik rátok veszélyesebbnek? Ezt nem lehet tudni, az biztos, hogy a baseball a tengeren túlon nagyon nagyon nagy népszerűségnek örvend. A fallabda. És mint a birkózás, igaz? Így van. A fallabdát pedig kiváló teniszezők, Féderer, Agasszi támogatja úgy, hogy mind a két sportág mögött egy, egy jelentős nyomás áll, kiemelkedő egyéniséggel, és hát én úgy gondolom, hogy egy megszervezett támogatói körrel. De az biztos, hogy egyik sportágot sem támogatja ilyen magas szintű orosz, iráni, amerikai tengely, ha bár mondjuk szeretnék szeretnek Iránba, de ilyet csak a birkózás tudott összehozni magának politikai lobbiban. Igen, ez nagyon érdekes volt. Öh, öh. Az utódállamok között tudta mindenki azt, hogy, hogy, milyen szerepet tölt be a birkózás, de igazán nincsenek tisztában avval az emberek, a közvélemény nincs tisztában, hogy Iránban mennyi birkózó van. Hát imádják, mind az Istenre úgy tekintenek, a birkózók viszik a vállukon az egyéniségeket, mert ott, ott bőven van belőlük. Azt tudni kell, hogy például Irán nem nagyon szokott összefogni senkivel, ö, inkább egyedüli utakat keres. Most, hogy összefogott ö, nagyhatalmakkal, ez mutatja azt, hogy, hogy mindenkinek milyen fontos a birkózás. Tényleg egy birkózó már is megvan a népek közti barátság. Úgy fest. Közben a, arra már utaltam, hogy, hogy a, a birkózók nagy lobbizása oda is elvezetett, ugye leváltották a, a, az FILA elnököt, és az átláthatatlan szabályok megváltoztatásába is belekezdett a birkózó sportág. Ugye ezen túl a meccsek két-három perces szakaszból állnak, és a meneteket nem külön számítják, hanem pontok összeadódnak. Hogy világosan lássunk, ami szabálymódosítások eddig történtek, ez szerinted elegendő az, hogy úgymond látványossá váljék a sportág? Ezektől a szabályváltoztatásokkal látványosabb lett a sportág, de meggyőződésem, hogy ez a, ez a szabályváltoztatás még nem fejeződött be. Mire számítasz még? Azt el kell mondjam, hogy, hogy ez csak egyelőre egy feltevés volt, hogy kétszer-három perc és összeadnak a, 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 menetekben szerzett pontok, és a végén döntenek, hogy kinyerte a mérkőzést. <tosz> Ez sem áll meg igazán. Én úgy gondolom, hogy még ezen is fognak változtatni, hogy, hogy minél jobb legyen. Az látszik azt, hogy a szabályokon az látszik, hogy inkább azt a tendenciát próbálják megközelíteni, amely szabályok régebben voltak, ahol objektív, átlátható volt a birkózás, nem pedig egy birkózó mérkőzést másfél-két percekben mérnek menetenként, és abból van kettő, maximum három, és utána eldöntik azt. Az egyik menetet nyerheti az ember mondjuk hat núra, a második, másik menetben kikaphat egy núra, úgyhogy azért ez teljesen nem volt objektív. Az, mintha tenyészeznének, nem? Igen, de ezek a szabályváltoztatások egyértelműen azt a célt jelzik, hogy, hogy átlátható legyen az emberek számára, érthető legyen és eladható legyen, amely természetesen fontos minden sportág életében. Szerinted, ha rajtad múlana, akkor ez szerint, ha jól értem, akkor te azt mondod, hogy az a jó irány, hogy nem kell itt semmi újat kitalálni, hanem vissza kell menni a forrásokhoz. Igen. És ahogyan régen birkóztak, és a régi szabályok működtek, azok jók voltak, látványosak voltak, ahhoz kell visszatérni. Vagyis te mit csinálnál, mit mondanál, mi legyen a végállapot, amivel a birkózás újra nagyon követhető és látványos. Jó ez az irány, amelyen elindult Lalovics úr és az ő támogató tím, csapat. Jó ez az irány, akár megoldás lehet a kétszer-három perc, akár megoldás lehet az egyszer-öt perc birkozás, mert ezen menetidő alatt eldől, hogy mind technikailag, mind kondicionálisan ki az a versenyző, aki megérdemli, hogy megnyerje a mérkőzést, úgyhogy nagyon jó irányban haladnak. Részletkérdések vannak, a saját akció megítélése, vagy az, hogy egy régi levitel, az most a jövőben egy pontos lesz, vagy Két pontos lesz. Én szerintem figyelemmel kell kísérni az elmúlt szabályokat. Ha probléma van abból, hogy hosszúnak tűnik a verseny, akkor a pontok arányával lehet változtatni azon, hogy ezek is megoldódjanak, de a hosszabb menetidő az én úgy gondolom, hogy a, a birkozó életében egy természetes. Egy másfél perc alatt állásból nem jut el két egyforma képességű, képzettségű versenyző, hogy pontot tudjon kiharcolni, mert ezek a versenyzők fizikailag már nagyon erősek. Nincs hát lehetőség. Ez olyan, hát ez olyan lenne, mintha a pornófilmben csak az előjáték lenne, nem? <gül> <gül> szóval, hogy igen, ne, nehéz, ezért kellene hosszabb menetek, hogy így mondjam. De nézzük ide-haza nektek, mennyire sikerült az elmúlt hónapokban a Magyar Bírkozó a sportág olimpiai megmentése érdekében is egységet mutatni és összefogni? Természetes, hogy, hogy minden birkózó Magyarországon összefog és azért dolgozunk, mint a Birkózó Liga, mint a Magyar Birkózó Szövetség. A Magyar Birkózó Ligának az a feladat, hogy támogassa a, a, a Magyar Birkózó Szövetség elképzeléseit, nem mondom, hogy ezt mindig harmonikusan tudjuk támogatni, de természetesen megpróbálunk úgy együtt dolgozni, és minden birkózó a, a magyar birkózás megmentésé. És hogyan állunk Hegedűs Csaba elnökkel a konfliktussal, a lemondatásával, hiszen ti végig azt hangsúlyoztátok, hogy az elnök igencsak oda tartozott az előző filavezető, nemzetközi vezető táborához. Én úgy gondolom, hogy hogy ez így is van. Jelen pillanatban így áll a helyzet. Megbizatások időtartamra vagy időtartalomra szólnak, utána változások következhetnek be, ezt majd megmutatja a jövő. Természetesen minden egyes vezetőnek tudnia kell, hogyha bármilyen szervezetet vezet, abban a szervezet vezetésében kritikákat is megfogalmazhatnak ellene. Ez, ez, egy természetes folyamat, ezek a folyamatok a szervezet megtisztulására is irányulhatnak, úgyhogy nem hiszem, hogy, hogy bármiféle probléma van. A Magyar Birkozó Liga mindig elmondja a véleményét, azért mondja el, hogy, hogy, a problémákat meg tudjuk oldani. Most volt a sportágfejlesztési, a hosszútávú sportágfejlesztési stratégia, ott is elmondtuk a, hogy mi a véleményünk, hogy lehetne esetleg Miláros. egy kis kicsit Miláros. másképp. Tibor, folytassuk ezt a beszélgetést, akkor majd legkésőbb az őszi közgyűlés előtt, hogy addig még milyen energiákat sikerült mozgósítani a sportág Köszön érdekében. Szépen. Köszönöm, szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.